labda, akkor minimum szabad rúgás. Varga, ott a fejes, és kifejelik a kapuból. A fehérvárja, Kerim full, gól! Ezt már gólra váltja a Kecskemét, és teljesen megérdemelten vezet a KTE a 43. percben. Bizonytalankodtak a fehérvári védők ott hátul, egy fejest még tudnak hárítani, és aztán Erinful ráfordul, és elhelyezi az alsó sarokba, a bal alsóba azt a labdát. Itt jön be a szöglet, ezt Varga még ráfejez, a csúsztatás Balástól jó, a kifejelés bravúros, és ott van Erinful labdája. Ez a csúsztatás, ez nagyon kellett. Szolnoki kifejeli a gólvonalról, és jól láttam akkor, talán Póti, vagy Karád, aki visszatolta a labdát, és Erinful pedig elhelyezi, elpörgeti Kalatayud mellett a labdát. Vezet a Kecskemét!